Minden évben, amikor tervezzük a következőt, akkor megállapítjuk, hogy ez az év túlzsúfolt volt, kevesebb programot kell csinálni, aztán megtervezzük, és kiderül, hogy sokkal több lesz jövőre. Hát körülbelül így jártunk a 2019-es évvel is. Már látjuk azt, hogy a 2020-assal is így járunk, mert annak a tervezése is már a vége felé jár. A programjaink gyakorlatilag majdnem mind ugyanazok voltak, amik az előző években, tehát vannak nagyobb programok, januári családi nap, gyereknap, nyárbúcsúztató, ezek a nagyobb programjaink, és ezen kívül pedig számos kisebb programunk van, ez mindenféle sportrendezvényektől, családi napokon keresztül, a szülő-gyerek programok, kamasz program külön, nagyszülőknek csinálunk programot, házasság hete, édesanyák hete, itt talán felsorolni is nehéz ennyi mindent, meg nem is tudnám fejből elmondani. Amit mindenképp érdemes megemlíteni és újdonság, az az, hogy 2018-ban sikerült egy üdülőt vásároljunk a hegyekbe. Ugye ez az első évünk, amikor mi üzemeltettük, mi gazdálkodtunk benne. Úgyhogy ennek köszönhetően számos új programunk lett, illetve kibővíthettük a programjainkat, mert a házaspáros hétvégét és évek óta szervezünk, minden évben egy alkalmat. Idén az üdülőnek köszönhetően ez egy 3 hétvégés programmá alakult, tehát 3 hétvégén tudtunk meghirdetni ilyen programot. Számos egyéb családos és önkéntes hétvégét is tudtunk oda szervezni. Azt reméljük, hogy a következő években, mert idén volt egy nagyobb felújítása az üdülőn, jövőre is tervezünk egy bővítést, felújítást, de emellett szeretnénk egyre több programot odavinni. Úgyhogy ez mindenképp egy újszerű mozzanat az Egyesület működésének. Készítettünk egy felmérést a kárpátai ifjúság körében, 14-16 éves korosztályt kérdeztünk meg az életükről, milyen problémáik vannak, milyen erősségeik, honnan szerzik az energiát, milyen támogatásokra számíthatnak családon belülről, kívülről. Ez egy nagyon érdekes és még kiaknázatlan kutatási anyag, habár tartott már a kutatócsoport vezetője több helyen ebből előadást. Próbálunk ebből merítve, idén is már próbáltunk meg jövőre is olyan programokat, amik kifejezetten ennek a korosztálynak szólnak, és őket segítik. Számomra mondjuk az egyik legnagyobb, hát nem meglepetés, mert meglepetésnek nem lehet mondani, az ember számított rá, de ha jól emlékszem a számokra, most nem fogok pontos számokat talán mondani, de a családok 35%-ában vagy az egyik, vagy a másik, vagy mindkét szülő külföldön dolgozik. Általános probléma. Ez egy általános probléma. Ugye ez a fölmérés nem csak a nagy családos fiatalságot ölelte föl, hanem körülbelül ez a korosztály egy 4500 fős Kárpátalján, és ebből körülbelül 1300 gyereket megkérdeztünk, tehát ez egy elég nagy mintás felvétel, tehát hogy a maga az eredmény az valószínűleg a realitásokat jól tükrözi. Tehát ezt látjuk egyébként egyesületen belül is, meg azon kívül is, hogy talán ez az egyik legnagyobb probléma ma, hogy tulajdonképpen egyszülős családokban, sőt egy elég komoly százalékban, 7%-ában a családoknak az édesapa meg az édesanyja is külföldön dolgozik, tehát a nagyszülők vannak a gyermekekkel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyébként ez nagyon távolraható, tehát hogy még ezt nem is tudjuk igazán fölmérni, hogy ennek milyen hatásai lesznek, és ezzel nagyon kellene, hogy foglalkozzunk ezekkel a gyerekekkel, akik ilyen családokban nevelkednek. Egyébként, ha pedagógusokkal beszélget az ember, ők például már látják, tehát ők érzik azt, hogy valami nincs rendjén a gyerekek viselkedésével, olyan problémák vannak, meg olyan számban, ami eddig talán nem volt. Én azt gondolom, hogy ennek a gyökerét valahol ebben kell keresni. Azt gondolom erről, hogy általában olyan helyekre mennek külföldre dolgozni, ahol nem keresnek annyi pénzt, hogy egy családot ott el tudjanak tartani. Tehát a családok nagy része az nem kiköltözik, hanem a szülők egyike kint dolgozik, és hazaküldi a pénzt, és ritkán jön haza. Tehát ez az általánosabb.
Nyilván, ha valaki olyan helyet talál, ahol tudja a családjának is biztosítani a megélhetést, akkor azok el is mennek. De én azt gondolom, hogy pillanatnyilag ezek vannak kevesebben. Tehát sokkal több az a család, akik gyakorlatilag ilyen ketté váltan élnek. Van egy programunk, ami már most fut Kárpátalján 10 iskolában, 5. osztályokba, illetve 9. osztályokba egy ilyen mentálhigiénés programot szervezünk, ami 10 alkalomból álló foglalkozássorozatot jelent. Egy-egy mentálhigiénés szakember megy be egy-egy kiválasztott osztályba, és ott a gyerekekkel különböző foglalkozásokon keresztül próbálja azt megnézni, hogy vannak, mint vannak, megerősíteni őket, ezekről a témákról egyáltalán beszélgetni, mert az is látható, hogy a gyerekek nagyon ritkán tudnak komoly dolgokról, őket érdeklő dolgokról beszélni, és nagyon hálásak ezekért az alkalmakért. Ugyanilyen 7. meg 8. órákban tudják ezt csak megoldani, de nagyon szívesen maradnak, ott vannak, aktívak. Látszik, hogy van arra igény, hogyha valaki hozzájuk fordul, figyel rájuk, akkor megnyílnak.